folytatjuk tovább a kirándulásunkat, és Kaba, Tetétlen, valamint a Hortobágy után megérkeztünk Debrecenbe, és Debrecen egyik ikonikus épületét mutatjuk be egy kicsit részletesebben, és ebben kérem Zsuzsa segítségét. Köszöntök mindenkit a Debreceni Egyetemen, annak is a főépületében. A Debreceni Egyetem története több mint 100 esztendőre nyúlik vissza, hiszen 1912-ben alapították a működését, 1914-ben kezdte meg, de a történetünk ennél jóval régebbre nyúlik vissza, hiszen 1538-ban kezdte meg működését a Debreceni Református Kollégium, és így az egyetemünk Magyarországon a legrégebben ugyanabban a városban folyamatosan működő felsőoktatási intézmény. A gyökereink emlékét őrzi az egyetem jelképe egyébként, a Gerundium is. Most is azt nézem, hogy minden kaputárva nyitva van. Ez azt jelenti, hogy aki erre jár, vagy eltölt itt egy hétvégét, vagy néhány napot, akkor nyugodtan besétálhat. És azért azt hiszem, hogy épületnek a falai között, ha nem is tanult, de azért nagyon sok dolog az iskolából eszébe jut, hiszen azért ez egy ikonikus épület, és azért az irodalomból nagyon-nagyon sok minden van bennünk erről az épületről. Pontosan professzoraink, egykori debreceni diákok emlékét őrzi az egyetem főépületének díszudvarán lévő kazettákon a megörökített név, de elég csak elnézni, Csokonai, Kölcsei, Arany János. Móricz Zsigmond, Meggyesi Ferenc, lehet sorolni. De ez még a Református Kollégiumban nyúlik vissza. Érdekes, hogy a Debreceni Egyetem, akkor mint Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem, három karral kezdte meg a működését, 300 diákkal. Mára 14 kara van a Debreceni Egyetemnek, 30 ezer diákja, ebből több mint 6 ezer külföldi diák, akik több mint 100 országból érkeztek, és az intézmény angol nyelvű képzésén vesznek részt. A díszudvar pedig, ahol most állunk. Igen, pont azt akartam mondani, hogy nem sokat kell sétálnunk, és már is, hogyha ide sétálunk, akkor ezt a díszudvart láthatjuk. Ha mesélni tudna az egyetem díszudvara, érdekes történeteket mondhatna el. Most éppen azt látjuk, hogy készülődnek egy diplomaosztóra, hiszen ma már elsősorban az intézmény diákjai vehetik át itt ünnepi keretek között a jól megérdemelt diplomájukat. Sok eseménynek adott otthont egyébként? Igen. Ha a székeket nézzük, az pedig annak az emléke, hogy itt egy kedélyes baráti vacsora zajlott a minap, és most éppen ezeket pakolják el. De visszagondolunk olyan nehéz történelmi időkre, mint a II. Világháború, akkor csak nem 2000 hontalanná, hajléktalanná vált, kibombázott debreceni, itt élt a Debreceni Egyetemen. El lehet képzelni, hogy itt lovakat tartottak, disznóölés volt. Itt bent? Itt bent disznóölés volt. Egyébként meg is sérült az épület a bombázásban, az aula 5 hatalmas díszüveg ablaka semmisült meg. Persze a háborús jelentések úgy szóltak, hogy jelentéktelen üvegkárok keletkeztek az egyetem főépületében. Ugyanaz a Rót Miksa alkotta, aki ennek a 700 négyzetméteres területű üvegtetőnek a művésze volt. Ez hatalmas tér, hatalmas. És milyen az akusztikája? Ide befér egy 10 emeletes panel. Ebbe? Ide a dísztér? 29 méter magas. Azt a mindenét. Hatalmas. Gyönyörű a fény, tehát nagyon jók a fényviszonyok, és ugye, ahogy már mondtam, az akusztikája, tehát azért mind látszik, hogy nagyon gondos kezek munkája. Sőt, még sportverseny is volt itt annak idején. Az egyetem atletikai klubja, a Deac, amelyik éppen most ünnepli centenáriumát, itt tartotta a tornászversenyét. Több felsőoktatási intézmény versenyzőit fogadták, úgyhogy még az is volt, sőt, innen kísérték utolsó útjára az egyetem elhunyt professzorait, rektorait, itt voltak felravatalozva. De ma már mondom, elsősorban baráti találkozóknak, diplomaosztóknak ad otthont, és a diplomaosztók végén a diáksapka, ami megint csak a Református Kollégiumra emlékeztet minket, repül föl a magasba. Van hova repülnie? Van, hát egészen fel a mennyezetig, nem tudják, és nagyon sok diplomaosztón bizony elhangzik az is, hogyha körülnéznek, olyan elődök juthatnak eszükbe, akiknek a nevét megőrizte az intézmény. Nem csak az emlék a nevét, hanem a munkásságát is, de két kazetta üresen maradt,
Igen, Gerit, majd mindjárt megkérjük, hogy azt meg fogja mutatni, és közben azért nézem, hogy tényleg Ady Endre, Móri Zsigmond, mindenkinek a neve fel van írva, és akkor ott van az a két üres kazetta. Ennek is van jelentősége? Legendája van. A legendája. Úgy tartja az egyetemi szájhagyomány, azért maradt üresen ez a két kazetta, hogy minden végzős diák úgy érezhesse, hogy egyszer majd az ő neve kerül oda. Hát mondjuk azért ennél nagyobb inspiráció, ez szerintem... Nem is kell. De egyik legnagyobb. Egyébként az egyetem népszerűségét mutatja, és hogy van utánpótlás, akinek a neve oda kerülhet. A mostani felvételi eljárásban is több mint 10 000 első éves hallgató kezdte meg a tanulmányait az egyetemen. Természetesen nem csak a 14 karon, hanem a doktori képzésben, felsőfokú szakképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben rettenetesen széles körű. Kell egyébként bármiféle olyan előzetes regisztráció, mondjuk, hogyha valaki mondjuk kicsit tüzetesebben akár szeretné megismerni az egyetem történetét, a múltját, és mondjuk szeretne eljönni kicsit tüzetesebben körbenézni, akkor kell egyébként előre egyeztetni időpontot, vagy van erre lehetőség? Az egyetemnek van egy rendezvényszervezési központja, ha ott bárki jelzi, akkor örömmel segítünk, fogadunk turistacsoportokat, de tárva nyitva nem csak a leendő hallgatók és a jelenlegi hallgatók előtt az egyetem kapuja, hanem mindenki, aki szeretne megismerkedni Debrecen emblematikus épületével, ami előtt két olyan az egyetem életét meghatározó történelmi személyiség szobra áll, mint Tisza István és Klebersberg Kunó. Tisza István szobra egyébként nem itt állt, hanem a klinika telep előtt, hiszen a klinika telep építésével kezdődtek annak idején az egyetemi építkezések, annál is inkább, mert csak akkor engedélyezték, hogy orvoskar is indulhasson 1912-ben, ha van közkórház a Debrecennek, nekünk pedig nem volt. Így a civilek úgy gondolták, teljesen logikusan, akkor kezdjük azzal az építkezést. 1918-ban avatták föl, 4. Károly és Zita királyné. Ez volt egyébként az utolsó hivatalos megmozdulásuk, mint uralkodó. Egy hét múlva lemondatták őket. Aztán folytatódott ezzel az épülettel az építkezések sora. Mára Debrecenben több helyen van kampusza a Debreceni Egyetemnek, de ha azt veszem, hogy Nyíregyházán működik kar, Kisvárdán, és most már Szolnokon is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a röpke kis tárlatvezetést. Ez egy nagyon kis rövid ízelítő volt, de mégis annyira tartalmas, hogy hát bevallom őszintén, hogy elég régen voltam egyetemista, de azt hiszem, hogy egy ilyen felvezetés után szerintem nagyon sokan újra kedvet kapunk ahhoz, hogy egyetemisták legyünk, és főleg, hogyha ilyen egyetem falai között tanulhatunk. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk tovább a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei látogatásunkat, úgyhogy maradjanak velünk. Amíg lenne az udvaron a zene szól, addig itt mi, fenn a múzeumban mindent megtudhatunk a hajdúkról, és hát a csengők királyáról, mert hogy egy nagyon különleges kiállítással várja az érdeklődőket a Hajdúsági Múzeum, de nem csak ezzel, hanem egyébként is a hajdúk történetével, igaz? Így van. Tehát a Hajdúsági Múzeum, ahogy én mondani szoktam, maga az épülete a legértékesebb része, hiszen a hajdúkerület székháza. Az egyetlen szabadságharccal győztesen megvívó hajdúknak a székháza. Ez az épület, ahol a Hajdúsági Múzeum van, és ide örömbe jönne dolgozni, hiszen főkapitányok voltak itt. Az ember úgy érzi magát, mintha hazajönne valójában. Hogy miért is a csengők királyáról van szó, éppen ma zajlik egy ilyen program, Becsengettek címmel. Aktuális, így van. És ugye rengeteg gyereket mozgattunk meg, csengőket lehetett látni még pluszba lent, fenti kiállításban foglalkozások vannak, múzeumpedagógiai foglalkozások. És a Hajdúsági Múzeumban végül is mindent megtud az ember, amit a hajdúságról tudni kell. Gyula bácsi, miért ennyire fontos a csengő, és miért hívják a csengők királyának? Mert valójában is az. Tehát az a fajta csengők vannak itt,
akit egy böszörményi parasztember öntött, és az ország minden tájáról jártak a parasztemberek. Akkor ennek ilyen legendája volt? Teljesen hatalmas. Meg tehát akinek nem volt tiszacsengője, pásztor, az nem volt pásztor. Húha! Tehát ez kemény kihívás volt, és ugye több legenda is fűződik magához a csengőhöz egyébként, mert van egy ilyen története, hogy azért szól ilyen csodálatosan ez a csengő, mert hogy egy ezüst pénzt is bele kellett dobni a tégelybe. És attól lett olyan. Hát ez legenda, de az biztos, hogy maga a család az nagyon tudhatott valamit. Hát látjuk, milyen egyszerű primitív eszközöket használtak, és olyan csodálatos hangú csengőket és szépségűeket csináltak, hogy ma sem tudják utánozni. Látok itt azért különböző méreteket, és különböző típusokat, mert ott például az egy hivatali csengő. Így van, azt is készítette. Itt van a formája, az eredeti formája. És ugye hát ráadásul itt van Siek Gábornak a hivatali csengője is kiállítva ebbe a kiállításba. A hagyókerület utolsó főkapitányai. Azt látom egyébként, de itt meg is tudjuk mutatni, hogyha megfordulunk, hogy ugye ezek a csengők, ezek a bizonyos csengők, ezek hol helyezkedtek el? Hát ugye a lónyakában, ugye egyrészt hangjázés, a szánnál télen fontos volt, meg hát ugye a birkáknál, különböző állatoknál is, ezek az az érdekessége, hogy a csengők be voltak hangolva. És meg kellett egy egész sor készletnek lenni hozzá. És nekem az az ötletem támadt, hogy de majd, hogyha tovább megyünk, akkor ott meg tudom mutatni. De először azért szerintem Tisza Nagy Imréről is beszéljünk. Ő az bábuba, most már formázva, de hogyha meglátjuk, ott van az eredeti fotóalak. Hogyha egy kicsit arrébb megyünk, akkor meg is tudjuk mutatni. És az egy interiőrbe van beillesztve. Ő volt a fia, ő vitte tovább, de vele együtt ki is halt ez a szakma. Tehát akkor senki nem csinál, senki és nem csinálta tovább. És amikor ezt a kiállítást megnyitottuk, az unoka azt mondta, hogy most többet tudott meg a nagyapjáról, mint eddig életében. Mint valaha a családjában. Igen. És ez úgy van berendezve, mint a fotón, valóban egy ilyen nyitott tűzhelynél készítették ezeket a csengőket. Tehát a legprimitívebb módszerekkel. De mégis. Mégis a legcsodálatosabbakkal, igen. A csengő hangja az összefügg például a csengő kerületével, a méretével, a súlyával, az anyag mennyiségével. Úr, ezek is nagyon szépek, egyik szebb, mint a másik. Hát ez a kakuktojás, mert igen, itt vannak cigánycsengők, hamisítványok, ez másfajta csengő, karcagi, tehát többfélét is bemutatunk. Összehasonlításként, így igen. Van. Itt vannak a hivatali csengők, ebből van több is. És ugye hát a tallérról se felkezdünk meg, ez is tallér, ami a hiedelem szerint... Igen, a legenda szerint ez volt ez, igen, a csodálatos... De bemérettük egyébként, és nem tűnik, tehát nem jelzik ki, hogy annyi ez is lenne benne. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy... Igen, egy színskála, az Atomkép Kutatóintézet mérései vannak benne. És ami a csodálatos, a hangzás, ugye... Itt meg is tudjuk hallgatni? Hát lehet játszani, zongorázni. Ez a csengőnek a hangja? Igen. Mint a kristály. Olyan, mintha az ember a kristály és poharat. És mi más? És mint egyik visszhangzik. És elég sok cseng, igen. És ami... Remélem bejön. Csengődallamok. Igen. Hát, ugye ez egy nagyon híres és különleges dolog, Poródon a Bikás, Réten a Tűnimból. Ez a hajdú, csak a hajdú beszörmények ismerik, mert a beszörményi csárdákat Noltába elénekelték név szerint, és én ezt megcsináltottam csengő hangra. Tényleg? Igen. És ha elindítjuk... Nézzük meg, nagyon kíváncsi. Réten a tirimpó, álkozott,
Nyugodtan énekelheti. Nem. De szerintem ez a dalom nincs olyan, akinek ne lenne ismerős. Mindenki ismeri, aki böszörményi, annak ismerni kell. Szerintem az is, aki nem böszörményi, vagy legalábbis mondjuk a néptánchoz valami köze Égy volt, van. Az egészen biztos, hogy, biztos, hogy csodálatos, hogy milyen jó ötlet. Ez nagyon-nagyon jó ötlet. Na, hát ilyen egy kreatív múzeum igazgató, hogy ezt így kitalálja, hogy hogyan lehet egyébként szemléltetni olyan nagyon autentikusan a csengő hangot. Na, mehetünk is. Köszönöm szépen, mert hogy ismét egy nagyon különleges helyszínen vagyunk, ez már ugye egy másik része. Hát a múzeumnak az a terve, hogy a Kubinyi Ágoston program keretében, ami egy nagyon jó program, minden évben egy-egy termet megújítunk, uh-huh. mert régi 25 éves kiállítások voltak, és minden évben újakat adunk át. Itt a Böszörményi utca részletet láthatjuk, visszautazunk az időbe, és a különlegessége az, hogy ők élő személyek voltak, és ő még mindig él, és úgy hívják, mint engem, Szekeres Gábor, juhász, és még ráadásul rokonom is. Tényleg? Igen. A másik pedig a híres Csikós számadó, a Hortobágyon, Kardos Bálint. És ugyanígy nézett ki. Tehát akkor tulajdonképpen itt belecseppenhettünk egy múltbéli pillanatba, ami a mába is hoz, mába is. Mert itt van Zsuzsika néni, az úgynevezett pegykapadon, és Zsuzsika néni ma is él, a csigapergetés nagymestere, uh-huh. mert ugye Böszörményben egy ünnepnap, vagy esetleg halálozás is, tehát az élet három szüksége az elképzelhetetlen csigaleves nélkül. És ide mellé lehet ülni, és a megnyitó legszebb pillanata az volt, amikor Zsuzsika néni mellé ült, és ketten voltak ott. Hát akkor én most mellé ülök. Nyugodtan. És én innen köszönöm meg önnek ezt a rövid kis tárlatvezetést, és hát reméljük, hogy jól érezték magukat, és át tudtuk adni azt az élményt, amivel várja önöket Hajdú-Bihar megye, és hát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mi három napot töltöttünk itt el, és mind a három nap be tudtunk valamit mutatni, és igazából, hogyha önök is ügyesek, akkor pont egy ilyen három napot meg is lehet tervezni. Jártunk a Hortobágyon, jártunk Tetétlenben, Kabán, itt Hajdú Böszörményben és még Debrecenben is. A programok adottak, szervezzék meg, jöjjenek, kiránduljanak, szeressék Magyarországot!